A Mindenki Akadémiája színpadán ma este Werner Norbert, asztrofizikus. Szeretettel köszöntök mindenkit, Werner Norbert vagyok. A munkám során űrteleszkópok segítségével a világűr legforróbb tájait és legenergikusabb folyamatjait kutatom. Tavaly tavasszal még a kaliforniai Stanford Egyetemen kutatott, szeptembertől azonban már idehaza. A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott Lendület kutatócsoport létrehozásán dolgozik Werner Norbert. Szupermasszív fekete lyukakat kutatok, az M87 galaxis. Az azért érdekes, mert közel van hozzánk, úgyhogy ottan sok folyamatot részletesen tudunk megfigyelni. De most különben az indiai posztdokommal, akit most vettünk föl éppen a Lendület kutatócsoportba, a hozzánk legközelebbi 50 galaxist és azoknak a közepén lévő fekete lyukaira fogunk koncentrálni. A Rozsnyón született asztrofizikus 12 évi amerikai kutatómunka után tért haza, hogy a fekete lyukakat vizsgálja. Én mindig úgy képzeltem, hogy egyszer vissza szeretnék jönni ebbe a térségünkbe, amelyet én otthonnak hívok. Én ugyanúgy otthon érzem magam Magyarországon, Szlovákiában, vagy Csehországban. Úgyhogy ez a térség számomra a hazám. Werner Norbert egyébként a világon bárhol otthonosan érzi magát, sokat is utazik. Szeretek is utazni. Úgyhogy én örülök, hogy én szeretem a csillagászatot, szeretem az utazást, szeretem a repülést, és mindezt valahogy sikerült az életben összekombinálni. A kutató a világűr iránti érdeklődését édesapjának köszönheti, aki hétköznapi gyerektörténetek helyett a Holdra szálló űrhajósokról szőtte az esti meséket. Azóta a kisgyermekből világszerte elismert asztrofizikus lett, aki nem pusztán a munkája, hanem a hobbija miatt is szeret a felhők mögé látni. Úgy szokták mondani az amerikai kollégák, hogyha repülőbe valaki megkérdezi, hogy mind dolgozol, akkor hogyha kedved van beszélgetni, akkor azt mondod, hogy csillagász vagyok, és hogyha azt akarod, hogy tovább ne kérdezzenek, akkor azt mondod, hogy asztrofizikus vagyok. Gondolom, mindenki hallott már fekete lyukakról, és gondolom, a legtöbben azt képzelik, hogy a fekete lyukak csak az elméleti fizikusok elképzelései. Az előadásom során megpróbálom önöket meggyőzni arról, hogy a fekete lyukak sokkal többek ennél. Nagyon fontos szerepet töltenek be a világűr fejlődésében, és formálják a látható világegyetemet. Ahogy a galaxisok sem véletlenszerűen oszlanak el a világűrben, hanem felfűződnek egy hatalmas kozmikus pókhálóra, úgy Werner Norbert szakmai fejlődése sem volt véletlenszerű. No de mégis mikor érezte magát először csillagásznak a rozsnyói fiú? Mikor egyetemista voltam, akkor barátaimmal kezünkbe került egy CCD kamera, amellyel tudtuk először fényképezni az eget, de az még mindig inkább ilyen játékos dolog volt. Igazán legelőször műhold adatokhoz akkor jutottam, mikor egyetemistaként lehetőségem volt az Erasmus csereprogramon belül Hollandiába utazni, és a holland űrkutatóintézetben dolgozni. Peposzax és XMM Newton műhold adatokkal volt egyszerre csak lehetőségem dolgozni, és ez számomra egy csodálatos dolog volt. Ezeknek a rendszereknek a feltárása nem pusztán szép feladat, kulcs szerepet játszik annak megértésében is, miképp válhatott az univerzum olyanná, amilyennek ma látjuk. Ami gyönyörű az asztrofizikában, a csillagászatban, hogy bárhová nézünk ezekkel a műholdakkal, mindig valami újat látunk. És számomra így kutatásnál is ez a legszebb érzés, amikor először letöltöm a műhold adatokat, és először nézem át őket, mert valami olyat látok olyankor, amit még előttem soha senki nem látott. És amikor felfedezek valami érdekeset, és az a pillanat, amikor még csak én tudom azt, az egy komolyan gyönyörű érzés. Ehhez
Ehhez hasonló pillanatokat élt át Norbert Japánban, amikor 2016. február 17-én felbocsátották a csúcs technológiának számító Hitomi kutatóműholdat. A start tökéletesen sikerült. A Hitomi 5 héttel később mégis darabokra hullott egy emberi hiba miatt, és ezzel egy 160 fős kutatócsoport álma is szertefoszlott. Mielőtt azonban végleg megsemmisült volna, Norbertéknak sikerült adatokat kinyerni belőle a Perseus galaxis halmaz gázairól. Így a történet szerencsére nem ért a végéhez, ahogy Norbert is az univerzum felépítésének titkait fogja kutatni, ameddig csak lehet. A színpadon Werner Norbert, asztrofizikus, és témája óriási fekete lyukak és egy darabokra hullott műhold története. A mai előadásom óriás, úgynevezett szupermasszív fekete lyukakról fog szólni. Fekete lyukak olyankor keletkeznek, mikor egy nagyon nehéz csillag, olyan csillag, amely több mint 25-ször nehezebb a mi napunknál, az élete végén összeomlik. Az összeomlás révén egy olyan objektum jön létre, amelynek a gravitációja akkora, hogy ezt az objektumot semmi nem hagyja el, még a fény sem hagyja el. Ezt az objektumot hívjuk fekete lyuknak. Az előadásom nagyon különleges fekete lyukakról fog szólni, úgynevezett szupermasszív fekete lyukakról, amelyek több milliószor, vagy akár több milliárdszor nehezebbek a mi napunknál. Ezzel a gyönyörű képpel szeretném kezdeni. Ez a kép úgy készült, hogy a csillagászok, akik az Hubble űrtávcsővel dolgoznak, Hubble űrtávcsövet az éged látszólag üres részére irányították, és hagyták a Hubble űrtávcsövet napokig és később hetekig exponálni. És ennek a megfigyelésnek az eredménye ez a kép. Én szerintem ez az emberiség által valaha készített leggyönyörűbb felvétel. Ezen a felvételen 10 000 galaxis látható. 10 000 galaxis az ég olyan kicsi részén, amely 100-szor kisebb a Teliholdnál. Ha ezt a képet most az egész égboltra extrapolálnánk, akkor azt kapjuk, hogy a látható világegyetemben több 100 milliárd galaxis található. Több 100 milliárd galaxis, és mindegyik galaxis több milliárd csillagból, több milliárd napból van. Ez a felvétel a látható képtartományban készült, úgyhogy ezen a felvételen a csillagok fényét látjuk. A legtöbb fény ezen a felvételen a csillagok fénye. Most ha egy másik űrtávcsövet, egy röntgen űrtávcsövet, amely a világűrből jövő röntgen sugárzást észleli, irányítanánk az égnek erre a részére, és hagynánk napokig, hetekig exponálni, akkor ezt a felvételt fogjuk kapni. Ezen a felvételen már nem csillagokat látunk. A csillagok nagyon kevés röntgensugárzást bocsátanak ki. Ezen a felvételen szupermasszív fekete lyukakba ömlő anyag sugárzását látjuk. Az összes pont azon a felvételen egy-egy szupermasszív fekete lyuk. És ezek a fekete lyukak az előző felvételen lévő galaxisok közepén találhatóak. Minden egy ilyen szupermasszív fekete lyuk több millió, vagy több milliárdszor nehezebb, masszívabb a mi napunknál. Most, ha lenne olyan űrhajónk, amellyel egy ilyen galaxis közepébe tudnánk utazni, úgyhogy saját szemünkkel láthassuk egy ilyen fekete lyuknak a közvetlen környezetét, akkor valószínűleg körülbelül ezt látnánk. Ez a felvétel az Interstellar című filmből származik. Az Interstellar film szerzői igyekeztek minél realisztikusabban megmutatni a fekete lyuk közvetlen környezetét. Nem vagyok benne biztos, hogy egy fekete lyuk körül látnánk egy bolygót, úgy, mint ahogy az Interstellar című filmben volt, de egész biztosan látnánk egy ilyen akréciós korongot. Az anyag a fekete lyukakba ugyanis nem egyenesen esik bele, hanem a fekete lyuk körül kialakul egy úgynevezett akréciós korong, és az anyag ebben akréciós korongban a fekete lyuk körül kering, és kerül egyre-egyre közelebb a fekete lyukhoz, amíg bele nem esik. A fekete lyuk gravitációja elgörbíti a fénysugarak pályáját.
Úgyhogy a fekete lyuk mögött elhelyezkedő korong részét látjuk a fekete lyuk fölött, ott látjuk a korong tetejét, és alatta látjuk a korong alját. Ha most egy kicsit távolabb kerülnénk a fekete lyuktól, akkor látjuk az akréciós korong nagyobb részét. Az akréciós korong külső része relatíve hűvös, de mivel hogy az akréciós korongban nagy a súrlódás, ahogy közelebb és közelebb kerülünk a fekete lyukhoz, akréciós korong egyre forróbb lesz. És a fekete lyuk közvetlen közelében óriási energiák szabadulnak fel. Óriási energiák, sokkal nagyobb energiák, mint a csillagok belsejében lezajló magfúzió során felszabaduló energiák. Ha egy kilogramm anyagból szeretnénk energiát kitermelni, egy fekete lyuk közelében lévő akréciós korongból tízszer több energiát tudnánk kitermelni, mint a csillagok belsejében lezajló magfúzió. Az akréciós korong közvetlen belsejében két kiáramlás, úgynevezett jet jön ki, amely merőleges az akréciós korongra, és erre még az előadásom során visszatérek. Az utóbbi 10-15 évben azt fedeztük fel, hogy minél nagyobb egy galaxis, annál nagyobb az annak közepén elhelyezkedő fekete lyuk. Vagy még pontosabban, minél nagyobb egy galaxis központi dudorának a tömege, annál nagyobb az annak közepén elhelyezkedő fekete lyuk tömege. Most egy spirális galaxis közepén egy ilyen központi dudor tulajdonképpen egy elliptikus galaxis. És a világ legnagyobb elliptikus galaxisai, óriás elliptikus galaxisok, galaxis halmazok közepén találhatóak. És én pont ezeket a galaxisokat kutatom. Ezen a képen egy galaxis halmaz látnak. Ugye milyen gyönyörű? Egy galaxis halmaz több száz vagy akár több ezer galaxisból áll. Viszont ezek a galaxisok csak a jéghegy csúcsát alkotják. A legtöbb normális, úgynevezett barionikus anyag a galaxis halmazokban nem a csillagokban van, hanem a galaxisok közötti térben eloszló gázban található. Ennek a gáznak nagyon magas a hőmérséklete, 10 milliótól 100 millió fokig terjed ennek a gáznak a hőmérséklete, és amikor ennek a gáznak a részecskéi összeütköznek, akkor röntgensugárzást bocsátanak ki. Azért ezt a galaxis közötti gázt röntgenműholdakkal figyelhetjük meg. Ennek a gáznak nagyon kicsi a sűrűsége, csak körülbelül 1000 köbméterenként 1000 részecske. Ennek a gáznak a sűrűsége. Viszont a galaxis halmaz közepén ennek a gáznak a sűrűsége megnő. Körülbelül köbméterenként 100 000 részecskére nő meg ennek a gáznak a sűrűsége. Ez még a Földön mindig nagyon-nagyon jó vákumnak felelne meg, viszont ez azt jelenti, hogy eléggé gyakorivá válnak a részecskék közötti ütközések ahhoz, hogy a röntgenfotonok kisugárzása által ez a gáz elveszítse az energiáját, és ezért elkezdjen hűlni. Úgyhogy számításaink szerint azt várnánk, hogy a galaxis halmazok közepén minden évben több száz naptömegnyi gáz hűl ki, és ennek a gáznak, és ez a gáz elkezd csillagokká alakulni. Úgyhogy azt várnánk, hogy a galaxis halmazok közepén elhelyezkedő óriás elliptikus galaxisok, fiatal, újszülött csillagok gyönyörű kék fényével fognak ragyogni. Ehelyett viszont azt látjuk, hogy a galaxis halmazok közepén lévő galaxisok tulajdonképpen csak öreg, unalmas öreg csillagokból álló gömbök, úgy mint az M87-es galaxis ezen a képen. És ez azt a kérdést veti fel, hogy hogy létezik az, hogy ezeket a galaxisokat forró gáz veszi körül, amelyik hűl, és ez a forró gáz mégse alakul csillagokká. Miért van az, hogy a világűrben sokkal több anyag van galaxis közötti térben lévő ritka gáz formájában, mint csillagokban? Miért nem alakul ez a gáz csillagokká? Erre a kérdésre való válasz, úgy gondoljuk, hogy a galaxis közepén
van, ahol úgynevezett jetteket, kiáramlásokat látunk, amelyek a központi fekete lyuk közvetlen közeléből származnak. Ezek a jettek mágneses terekből és úgynevezett relativisztikus részecskékből állnak. Relativisztikus részecske az azt jelenti, az olyan részecske, amely a fénysebességhez nagyon közeli sebességgel halad. Ezeket a jetteket a legjobban rádiótávcsövek segítségével tudjuk megfigyelni. Ezen a képen ugyanazt a jettet látják, mint az előző képen. Itt nem látjuk a csillagokat, mert a csillagok nem bocsátanak ki rádió sugárzást. Itten csak a jettet és a jetből származó anyagot látjuk. Ahogy a jet kölcsönhatása a környező csillagközi és galaxis közi gázzal idővel a jetet lelassítja, és a jet átalakul egy ilyen tulajdonképpen gubóvá. Ezen a képen csak egy jetet látunk, azt, amelyik felénk halad, mert mivel hogy ez a jet fénysebességhez közeli sebességgel halad, a relativisztikus effektek felerősítik. Az ellenjettet, az, amelyik tőlünk elfelé halad, nem látjuk, mert a relativisztikus effektek miatt ez a jet elhalványodik. Ennek a jetnek a hossza 4500 fényév. Most azt mondhatják, hogy fú, ez rengeteg sok, 4500 fényév, és ez a jet 4500 fényéven keresztül ilyen vékony marad. Viszont ez nem minden. A világűrben megfigyelünk ilyen jetteket is, és ez a jet hossza 300 000 fényév. Ez azt jelenti, hogy ide három tejúthoz hasonló galaxist tudnánk egymás mellé oda tenni. 300 000 fényév. Ez a jet, ez a két jet ismét egy fekete lyuk közvetlen közeléből származik. Ha most optikai távcsővel néznénk ezt a képet, akkor ott látnánk egy galaxist, mivel hogy ez rádiófelvétel, a galaxist nem látjuk, csak a jetet látjuk. Ezek a jetek 150 000 fényéven keresztül haladnak a világűrben, amíg a galaxis közi gázzal való kölcsönhatásnak köszönhetően le nem állnak, és nem válnak buborékokká. Most, ami itten történik, egészen pontosan az a következő. Ahogy az anyag a fekete lyukba ömlik, az akréciós korongból két jet lövel a környező galaxis közötti gázba, ahol buborékokat fúj föl. Ezen a képen a Perseus galaxis halmaz látható. Ezen a képen láthatjuk, hogy a jetek, ahogy kölcsönhatnak a környező gázra, mozgást keltenek, turbulenciát keltenek. Ez a turbulencia idővel hővé alakulhat. És a kérdésünk az, hogy ezekben a galaxis halmazokban van-e elég turbulencia ahhoz, hogy elég hőt keltsen ahhoz, hogy megakadályozza ennek a gáznak a hüllését és csillaggá válását. Ezt mindeddig nem tudtuk megmérni. Egészen 2016. februárjáig, amikor Japánból elindult az Astroha Hitomi műhold. Ez egy gyönyörű start volt napnyugtakor, és az indulás után minden tökéletesen ment. Annyira, hogy 10 napon belül a Hitomi műholdat a Perseus galaxis halmazra tudtuk irányítani, és csináltunk egy 3 napos megfigyelést. Viszont egy hónappal a start után a műholdunk egyszerre csak darabokra hullott és elveszett. Viszont ebből az első megfigyelésből vannak gyönyörű adataink. A Hitomi által készített röntgen spektrumot láthatják. Most higgyék el nekem, hogy ez a spektrum valóban gyönyörű. Ennek a spektrumnak a felbontása 30-szor jobb, mint bármi, amire azelőtt voltunk képesek. A képen, feketében láthatják a Hitomi spektrumot, és az a piros csík azelőtt készített legjobb felbontású spektrum volt. Úgyhogy láthatják, hogy rengeteg struktúra, amit most észlelni tudunk, előtte nem volt megfigyelhető. Ebből a spektrumból megtudtuk azt,
hogy a galaxis közötti gázban elég nagy a turbulencia ahhoz, hogy keltsen annyi hőt, ami megakadályozza a gáz kihűlését és a csillagok formálódását. Úgyhogy az elképzelésünk az, hogy a fekete lyukak közvetlen közeléből származó jettek a galaxis közötti térben buborékokat fújnak fel. Ezek a buborékok mágneses terekből és relativisztikus részecskékből állnak. És ezek a buborékok úgy emelkednek a galaxis halmaz úgymond atmoszférájában, mint ahogy a hőlégballon emelkedik fel a Föld atmoszférájában. És ahogy ezek a buborékok emelkednek a galaxis halmaz atmoszférájában, ezek turbulenciát keltenek, és a turbulenciából származó hő megakadályozza ennek a gáznak a kihűlését és a csillagok keletkezését. Úgyhogy a fekete lyukak képesek rendesen megkeverni a galaxis közötti gázt. Ha jól megnézzük ezt a felvételt a Perseus galaxis halmazról, ezen a felvételen buborékok több generációját láthatjuk. Úgyhogy ami itt történik, körülbelül a következő. Amikor a gáz elkezd hűlni, ez a gáz egy része a fekete lyuk felé esik. És a fekete lyuk közvetlen közelében óriási energiák szabadulnak fel, amelyek fölmelegítik a gázt. 10 millió évvel később ismét a gáz elkezd hűlni. És ahogy a gáz elkezd hűlni, ismét a gáz egy része a fekete lyuk felé esik. Ismét egy óriási nagy bum keletkezik, energiák szabadulnak fel, jettek, amelyek ismét fölmelegítik a gázt. És 10 millió év múlva ugyanez megismétlődik. Úgyhogy ezek a fekete lyukak tulajdonképpen galaxisok közepén elhelyezkedő dobogó szívek, amelyek meggátolják azt, hogy ezek a galaxisok még nagyobbá nőjenek, meg meggátolják további csillagok keletkezését. A szupermasszív fekete lyukak nem csak a galaxis halmazokban befolyásolják a környezetüket. Ezen a képen egy galaxis látható, amely éppen nem egy galaxis halmazban van, és láthatjuk, hogy a jettek sokkal távolabbra terjednek ki, mint maga a galaxis nagysága. A hozzánk legközelebbi szupermasszív fekete lyuk a tejútrendszer közepén található. És a Fermi műholddal dolgozó kollégáim nemrég felfedeztek két buborékot, két óriási nagy buborékot a mi galaxisunk a tejút közvetlen közelében. És a legvalószínűbb, hogy ezek a buborékok, a tejút közepén elhelyezkedő fekete lyuk múlt aktivitása folytán jöttek létre. A fekete lyuk a galaxisunk közepén pillanatnyilag alszik, viszont tudjuk, hogy a jövőben újra fel fog ébredni. Az előadásomat ezzel a gyönyörű kompozit felvétellel szeretném zárni. Ez egy kompozit, optikai, röntgen és rádiófelvétel. Az optikai felvétel az egyes galaxisokat mutatja nekünk ebben a távoli galaxis halmazban. A röntgen felvétel kékben a galaxisok közötti gázt mutatja, és pirosban pedig a jettekből származó relativisztikus plazmát láthatjuk. Ez a galaxis halmaz közepén elhelyezkedő fekete lyuk egy 600 ezer fényéves buborékot fújt föl. Ez azt jelenti, hogy ebbe a buborékba egymás mellé tudnánk helyezni hat a tejúthoz hasonló galaxist. És ez szerintem lenyűgöző, hogy egy fekete lyuk, amely nem nagyobb a mi naprendszerünknél, képes felfújni egy 600 ezer fényév nagyságú buborékot. Szerintem lenyűgöző, hogy egy olyan fekete lyuk, amely nem nagyobb a mi naprendszerünknél, egy egész galaxis halmaz fejlődését képes befolyásolni. Ez olyan, mint ha a Föld fejlődését egy áfonya befolyásolná. Úgyhogy ezek a fekete lyukak tulajdonképpen dobogó szívek. Nem dobbannak gyakran, csak egyszer körülbelül 10 millió évenként, viszont ha dobbannak, akkor azt több millió, vagy akár több milliárd fényévről is láthatjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Szerintem a Földön nincs olyan ember, akit a csillagászat vagy az űrkutatás ne foglalkoztatna. Többek között ugye természetesen engem is. Pár évtizeddel ezelőtt még pro és kontra lehetett találni nagyon sok mindent, hogy egyáltalán megkérdőjelezték a létezését. Ma megtudhattuk, legalábbis én ma tudtam meg, hogy minden galaxisnak a közepén van egy ilyen fekete lyuk. Számomra az asztrofizika egy kicsit megfoghatatlan dolog, de ebben az előadásban egy kicsit közelebb kerültem hozzá. A fekete lyukakról hallottam, de azt hittem, hogy ez csak elméletben létezik. Itt kiderült, hogy valóban a gyakorlatban is van. Hát számomra az volt a legmeglepőbb, hogy mekkora fényév távolságra vannak egymástól a galaxisok. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap a Mindenki Akadémiája 100. adásában a matematikus Száz János egy fergeteges tőzsdejátékkal mutatja be, hogyan érdemes kezelni befektetéseinket.